Na, hát akkor énekeljük a láttam már, mert rajta. Láttál-e Láttál-e már már valaha valaha csipke csipke bokor bokor rózsát, csipke bokor rózsák közt két szál majorannát. Tapsoljuk el tititával, mert tititititititá, tititititá, tititititititá, tititititá. A titi vagy a tá gyors? A tá. A ti. Persze, ugye egy tára hány titi jut? Kettő. Tehát a titiből ugye a dupla gyorsan megy. Jó, nézzük meg a farkasosat, mert rajta nem félünk a farkastól, 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 nem bánt az csak megkóstol, úgy vízáll. Na, mehetünk, tapsolhatjuk ezt is. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-tá, ti-ti-tá, ti-ti-tá, ti-ti-ti-ti-ti-ti-tá, tá-tá-tá-tá. És akkor van ugye a hangszernek a neve, a szinti himnusz. Mehetünk? Szintit, szintit tanulni jó, hangok a kórban, hangok a sorban, szinti, szinti, ó de csodás! No, nézzük meg akkor a gombócokat, a Unió himnusza, Beethoven bácsi írta, hogy 200 évvel ezelőtt, de olyan szép dalt írt, hogy ezt választották az Unió himnuszának. Na nézzük meg, hogy a gombócoknak mi a neve. Nézzük meg. Elefánt, elefánt, fóka, gólya, gólya, fóka, elefánt, dínu, cica, cica, dínu, elefánt, elefánt, dínu, és egy kettő itt állt. Így van, nyugos a pocival, szára kettő, második sor. Ez ugyanaz. Hát majdnem. Hát igen, mert meddig ugyanaz? Meddig ugyanaz? Eddig. Addig ugyanaz, és itt ér el az, ugye, az utolsó három magasra. Igen, ez, igen. Ez még ugyanaz, és ez meg ez különböző. Igen. Mert ez dínu, ez meg cica. Nagyon jó. Jó. Na, tessék, ezt most te veszed észre először. Hát ott ezt már beszéltünk róla, de neked tűnt fel. No, már is tegyük fel, akkor cicától gólyáig az ujjunkat, egy picit közelebb róla. No. Két fekete előtt találjuk a cicát, azaz de nekünk az kell, mert ujja, az is párt, hiába rövid, neki is dolgoznia kell. Na már is mehetünk. Elefánt. Közös. Igen, még egy elefánt. Fóka. Gólya. Gólya. Azon, gólya. Fóka. Muszáj az aksival forrólom, mert már másik aksi kimerült, hogy másik két csemete is sorra jusson, most lekapcsolom.